Tragikus hirtelenséggel meghalt Kis József, az Argó és az Argó 2 filmek Tysonjaként megismert színész. Árpa Attila a film producere és volt kollégái a közösségi médiában gyászolják a közkedvelt színészt. A tények összefoglalója után Lukács Lászlóval, a Tankcsapda frontemberével emlékezünk Kis Józsefre. Újabb szereplőjét gyászolják a kultikus Argó című filmek színészei. A Tysont alakító Kis József tragikus hirtelenséggel hunyt el. Zebrán gázolták el Budakeszin pénteken délután. Súlyos koponya és gerinctörés szenvedett. Az akció vígjáték rendezője Árpa Attila külföldön értesült a tragikus hírről. Nem volt nála semmilyen papír, így aztán több idő kellett az, hogy azonosítsák ők, hogy tényleg ő az. 3 év alatt 2 szereplőjét is elveszítették az Argó filmek rajongói. Ez a film egy rossz csillag alatt született, mert Picskei Lukács is egy elég hirtelen jött vesztesség volt, ez meg aztán végképp. A Tysont alakító Kis József időközben megnövesztette a haját és szakállát, ezért kevésbé volt felismerhető. Józsit és Lukácsot nem csak az Argó család kötötte össze. Nagyon sokat jött fel hozzám, én is hozzájuk, és nagyon sokat segített nekem. Tudjátok, nem vagyok színész, és ő bármit kértem tőle segítséget, a szerepekkel kapcsolatban mindig támogatott. Kis József eredetileg az építőiparban dolgozott, színészként az Argó mellett több filmben is feltűnt. Dolgozott Mihály Imre, Hajdú Szabolcs és Jancsó Miklós rendezőkkel is, de feltűnt a Tankcsapda Hatalom nélküli rend című videóklipjében is. Mégis országos ismertséget Árpa Attila Argó filmjei hoztak neki. A rendező így búcsúzott barátjától a Facebookon, idézem. Nyugodj békében, drága barátom, még mindig várom, hogy felhívj, és azzal a tipikus röhögéseddel azt mond, nyugi, csak poén volt, de nem hívsz. A vonalban pedig itt van velünk Lukács László, a Tankcsapda frontembere. Szia, Laci, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Jó reggelt nektek is, hello! Hát Kis József szerepelt egy Tankcsapda klipben, ugye, amit még 2012-ben forgattatok, és láttuk, hogy a Banda Facebook oldalán is egyébként a részvéteteket fejeztétek ki, és mi is megrendülve láttuk a hírt, hogy itt hagyott bennünket. Hogy jutott el hozzátok a hírt, te hogy értesültél róla? Igazából Árpa Attilának a Facebook bejegyzését láttuk meg mi is gyakorlatilag, miután kitette azonnal néhány percen belül, és őszintén szólva sokáig azt nyilván nem gondoltuk, hogy Árpa Attila ilyesmivel viccelne, de persze. Igazából mivel sehonnan máshonnan nem kaptunk erről megerősítést jó ideig, ezért azt gondoltuk, hogy talán valamilyen ízetlen tréfa lehet mégis, vagy legalábbis valami olyan félreértés, amit mi félreértünk, úgy értem, mert egyszerűen érthetetlen volt ez az egész dolog számunkra, és őszintén szóval számomra most is az, hogy van. Nyilván tudom, hogy vannak ilyen dolgok, de ismerjük a közlekedési baleset fogalmát, de egy egészséges életerős felnőtt férfi emberről beszélünk, aki egyszer csak mindenféle általunk legalábbis ismert, vagy látható októl függetlenül egyszer csak már nincs. Tegnap még volt, meg már nincs. Tényleg megdöbbentünk őszintén szóval. Laci, ti a Hatalom nélküli rend klipforgatáson ismerkedtetek meg? Igen, személyesen akkor találkoztunk először. Korábban is volt már köztünk kontakt nyilván, hiszen a klipre való felkészülésével legalábbis, ha másképp nem, de telefonon érintkeztünk értelemszerűen az alkotókkal, illetve a szereplőkkel, hogy is néz ki majd ez az egész dolog. De ott a klipforgatáson találkoztunk személyesen először, és őszintén szólva azért is most túloznék, és nem akarok itt mindenféle nagy szavakat használni, hogy nem voltunk közvetlen barátok, vagy napi kapcsolatban nem álltunk egymással, de az kétségtelen, hogy a közös munka első pillanatától kezdve olyan volt, mint hogy mindig is ismertük volna egymást. Valószínűleg azért lehet ez így, mert ő elég jól ismerte a Tankcsapda számokat, mi pedig nyilván az Argó filmnek a kedvelője vagy rajongói voltunk, de pedig mind a mai napig nem véletlenül dolgoztunk belük, meg nem véletlenül volt az Argó 2-höz a Tankcsapdának is vastagon köze. És őszintén szóval tényleg olyan volt, mint hogy mindig is ismertük volna egymást, az első pillanatok kezdve azonnal meg volt a közös hangnak, közös hullámhoz, nagyon jó hangulatú klipforgatás volt. Azt gondolom, hogy az a fotó, amit tegnap kitettünk búcsutásképpen a Facebook oldalunkra, jól tükrözi ezt a hangulatot. A banda többi tagja is jobban volt vele, vagy ti voltatok kifejezetten jó kapcsolatban? Hát nem, ott mi akkor együtt találkoztunk, együtt történt az egész dolog, azért is választottunk egy olyan képet, ahol így négyen szereplünk ezen a bizonyos képen, amit tegnap kitettünk. Lehet, hogy azért beszélsz róla ennyire szépen, vagy ennyire, hogy mondjam, baráti módon, bár mondhat, hogy olyan közeli kapcsolatban nem voltatok, mert ő ugye felvállalta azt, hogy ő nem volt igazi színész, hogy minden tekintetben őszinte volt, feltételezem, hogy a klipforgatáson is azonnal adta magát, teljesen őszintén úgy, ahogy van. Valószínűleg ez az oka, ez lehet az oka annak, hogy mondom, nagyon hamar meg volt a közös hang közöttünk, a
mi a Tankcsapda és egy olyan fajta zenekar vagyunk, akik nyilván nosan vállalják azt, hogy képzetlen zenészek a szónak zeneművészeti értelmében. Mégis amit csinálunk, azt nagyon őszintén és nagyon tisztán és lendülettel igyekszünk csinálni, és ő is ilyen volt, mint színész. Fogalmazunk úgy, és most szándékosan használok ilyen hülye kifejezést, mint bocs, csinált a színész, hiszen nem volt tanult, nem volt színi tanodában, vagy főiskolában, vagy egyetemben végzett színész. Viszont az a fajta karakter, az a fajta színészi játék, amit ő többek között az Argó filmekben, vagy éppen a Tankcsoda videóklipjében is megjelenített, azok abszolút őszinteségről állókodtak, és abszolút hitelesek voltak, és valószínűleg ez volt az a fajta közös pont, ami azonnal összekapcsolt minket a közös munka során. Laci, te hogy emlékszel vissza rá? Milyen ember volt ő? Figyú, mondom, én most túlzásúban nem szeretnék bocsátkozni, de hogy mennyire közeli ismerősök vagy barátok voltunk, mert ez így ebben a formában nem lenne igaz. De az kétségtelen, hogy én nagyon életvirán, egy lelkes, lendületes, mosolygós, jókedélyű ember volt a maga egyszerű, mondjuk faragatlan, akkor még éppen kopasz fizimiskájával nagyon-nagyon kerülhetünk. Van olyan sztori, csak még egy pici időnk van, amire úgy szívesen visszaemlékszel vele kapcsolatban, amit most így el tudnál nekünk mesélni, vagy felidéznél? Figyú, az igazság az, hogy ha valaki, és most nem az Argó filmeknek akarok itt ingyen reklámot csinálni, főleg nem egy ilyen szomorú apropó miatt értelemszerűen, de az kétségtelen tény, hogyha valaki ezeket a filmeket látta, akár szereti az ilyen típusú filmeket, akár nem, azt gondolom, hogy azt mindenképpen láthatta, hogy egy olyan figuráról beszélünk, a karakterét illetően is, és ilyen volt az életben is, ha úgy tetszik, azt a kevés alkalmat, amit együtt töltöttünk, azt a néhány találkozást nyugodtan hívhatom, hogy tényleg őszinte volt a szó legszorosabb értelmében, azt gondolom, ez volt benne a leginkább szeretet. Nagyon szépen köszönjük szépen, Laci, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nagyon köszönöm, további szép napot. Köszönjük neked is, szia!